Vége az iskolának, elkezdődött a vakáció. A legnagyobb fejtörést ilyenkor az okozza a szülőknek, hogy a gyerekek biztonságosan, tartalmasan és felügyelet mellett tudják eltölteni a nyarat. Szekszárdon erre több lehetőség is van. Többek között a Humán Szolgáltató Központ sikeresen pályázott Erzsébet táborok megszervezésére. A szervezet 4 hetet biztosít helyi és környékbeli összesen 120 fiatalnak. Ugye a Humán Szolgáltató Központ a társulási tanács a fenntartója, és nem csak Szekszárdon, hanem a Szekszárd környéket lévő településeken is, Öcsény, Decs, Szálka, Szedres, Várdomb, ahol mi Pörböly, ahol mi megjelenünk, Báta, és ezekről a településekről is jöhetnek gyermekek ebbe az Erzsébet táborba. Egyébként ami nálunk nagyon fontos, hogy ugye az óvodaiskola és szociális segítőink, akik az egész szekszárdi járásban dolgoznak, és iskolákkal, ugye óvodákkal, ebben az esetben itt az iskolákat tartják a kapcsolatot, és az ő segítségükkel már korán megkezdődött az Erzsébet táborra a jelentkezés, hiszen 30 gyereket tudunk fogadni, ugye ez a 4 hét alatt 120 gyereket jelent, és hát igyekeztünk, hogy mindenki, aki jelentkezik, annak sikerüljön bejutni valamelyik táborba. Ahogy előírja maga a pályázat is, hogy hetente egy egész napos kirándulást kell betervezni, itt is mindig igyekszünk, mert hogy maga az egész nyári napközis táborainkban nagy hangsúlyt vettetünk a közösségfejlesztésre, a szabadidő hasznos eltöltésére, a gyerekek erősítsék a kapcsolatukat, találják meg minél jobban a helyüket, és ismerjék meg a környezetüket, tehát igazándiból a kirándulásokat azt itt helyben tervezzük, mint például Szálka, Báta, akkor itt Szekszáron a Kápolna tér, illetve a Mészőtanya, illetve lesz egy kirándulás Óbányára. Ezen kívül a Osinszki-Mór Múzeummal vagyunk ilyenkor a napközis táborokban mindig egy szoros kapcsolatban, mert hogy látogatjuk, illetve az ő programjaikon veszünk részt, ugyanez igaz a Mészőtanyával kapcsolatosan. Ugye a kézműves foglalkozások az újrahasznosítási jegyében fognak az idén zajlani. Ezen kívül rengeteg társas és sportjátékkal, csapatépítőkkel is készül a központ. Ezen kívül mozgás, mint a zumba, akkor lesz az UFC pályán edzés, sakkmester részvételével lesz foglalkozás, illetve játék, illetve lesz egy katonaság terepgyakorlat, ami szintén játékos formában és a gyerekek igényeihez, még kedvéhez kapcsolódóan. Az egészséges életmódhoz kapcsolódóan az egészségfejlesztési irodával vagyunk kapcsolatban. Úgyhogy ők jönnek minden héten egy-egy programmal, és hát azt mondhatom, hogy ilyen nagyon színes, meg nagyon intenzív program vár a gyerekekre, soha nem szoktak unatkozni, és hát az idén ugye a Babits Mihály Kulturális Központban sikerül ezeket a napközis táborainkat megrendezni, úgyhogy ez meg még... hát így emel a színvonalon, vagy a lehetőségeinken. Július 1-e és augusztus 20-a között az önkormányzat is szervez ingyenes Erzsébet táborokat. Idén is rengetegen jelentkeztek a térítésmentes napközibe. A tartalmas szakmai programok között szerepel a hagyományok ápolása, a sport és egészségmegőrzés, illetve a kézműveskedés és több kirándulás is. Gyakorlatilag kitört a vakáció a gyerekek nagy örömére, és amit a sajtótájékoztatón elhangzott, hogy július 1-ig az iskolák megoldják, és július 20 vagy augusztus 20-a után is a felügyeletet. A köztelevő időpontban július 1-től augusztus 20-ig akkor a szervezett táboroztatás fog zajlani. Az Erzsébet táborok és azon felül is lehetőség van a gyerekeknek a szervezett felügyeletére, és azt kell megemlíteni, hogy akik az Erzsébet táborba már eleve létszám felettiek lettek idézőjelbe, őnekik is ugyanaz a szakmai program áll rendelkezésre, és tartalmas napokat tudnak eltölteni biztonságos felügyelet mellett. És örülünk annak, hogy a hagyományoknak megfelelően ez az idei évben is összejött. Köszönjük szépen a Babits Mihály Művelődési Háznak a pályázatot, nyert a pályázat, és a másik része a dolognak, hogy az önkormányzat is beszállt ebbe a dologba.
úgyhogy akik nem Erzsébet táborosok, őnekik is kedvezményes étkezést fognak biztosítani, és bízunk benne, hogy nagyon sok örömbe, tapasztalatta, gazdagodva indulnak neki majd a következő évnek. Idén 4 intézmény, a Babics, a Dienes és a Garai, illetve Baka István Általános Iskola ad helyszínt a változatos programoknak.